Valószínűleg ismert önök előtt, igyekeztünk a címben is megfogalmazni azt, hogy mi az indok, ami miatt az önök figyelmét kérjük most így délben. Bő egy órával ezelőtt jelent meg az egyik internetes portálon, a hvg.hu-n egy összeállítás azokról a szerkesztőség birtokában lévő bizonyítékokkal alátámasztott ügyről, amelynek értelmében több mint gyanús, hogy a Fidesz az ő híres rezsiharcát hamis és valódi aláírásokkal egyaránt kívánja alátámasztani. Ugye a Fidesz bejelentése szerint 2,2 millió aláírás gyűjtöttek össze országszerte a rezsicsökkentés támogatására. Teszem azt hozzá, hogyha nem Magyarországon élnénk, akkor ezt egy ilyen égbe kiáltó baromságnak tartjuk, hogy arról akarják megszavaztatni a népet, hogy csökkenjen valaminek az ára. Ez egyébként egy normális kormány, ezt megteszi, és kész. Nem csinál hozzá ilyen cirkuszt. A szerkesztőség birtokában lévő és közzétett bizonyítékok arra utalnak, hogy egyfelől a Fidesz aktivistákként gyermekeket, kiskorú gyermekeket is alkalmazott. Az derül ki belőle, hogy nagy valószínűséggel, hogy adózatlan jövedelemben részesíti az érintetteket, illetve hát ezzel nyilván a számviteli szabályokat is minden bizonnyal megsérti, tehát bűncselekmények sorozata merül föl itt a háttérben, mint erős gyanú. A Magyar Szocialista Párt persze elhűlve összegezte itt a számokat, bármilyen matematikával is gondolkodunk, azt jelenti, hogy a Fidesz erre az aláírás szerző gyakorlatára körülbelül 200 millió, 1 milliárd forintot áldozhatott. Bődületes nagy kérdés, hogy honnan a csodából van erre így pénzük. Azt mi értjük persze, hogy az ilyen aláírásgyűjtő akcióknak a tényleges célja a Kubatov lista frissítése, habár kellő kaján mosolyan nyugtázzuk, hogyha már csecsemőkorukban elhunytak nevét írják oda az aktivisták, halottak nevét írják oda az aktivisták, nem létező fiktív személyek nevét írják oda az aktivisták, akkor ebből hogyan lesz a választások során használható Kubatov lista, de hát ez legyen a Fidesznek a problémája. Így viszont tehát haladéktalanul felszólítjuk a Fideszt, hogy haladéktalanul tisztázza ennek a most a hvg.hu által közzétett bizonyíték sornak a hátterét. Nekünk természetesen az is elfogadható, hogyha sorozatban jönnek a beismerő vallomások az érintett fideszesektől. Természetesen azért nem vagyunk hülyék, tehát arra számítunk, hogy itt egy masszív, vaskos tagadás lesz a Fidesz részéről. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy sem azok a fiatalok, akiket bevontak ebbe az egész cirkuszba, sem pedig azok az emberek, akik egyébként élő valóságként élik meg a napjainkat, hogy ezt a esetleges tagadást ezt elhinnék. Na most azt tudjuk már, ugye, hogy az elmondottak szerint, mármint a tanúk által elmondottak szerint, legkevesebb 100 a célzott helyekről szerzett aláírásoknak a tarifája, illetve 500 forint, amennyiben úgymond idegen terepről szednék az aláírásokat. Így aztán tovább gondoltuk ezt a problémát, és minimum 3 kemény kérdésünk van, amit úgy érzünk, hogy a Fidesz meg kell, hogy tudjon válaszolni. Ha már egy ilyen tét nélküli aláírásgyűjtésnél a Fidesz képes ilyen pofátlanul masszívan csalni, akkor nyilvánvalóan ezt valamiféle bejáratásnak vagy előjátéknak tekinti a választások idejére. Így a Fidesztől szeretnék megkérdezni, hogy mert hogy mégis a piaci információ legyen már az emberek birtokában. Mi lesz egy-egy megvásárolni kívánt, vagy megvásárolni szándékozott szavazatnak az árfolyama a 2014-es választásokon? Ugye 3 választás is lesz, tehát azért tud itt repülni a kasszagép. A másik kérdésünk, hogy hány szavazatot kíván a Fidesz vásárolni, tehát mi a terv ebben a kérdéskörben?
illetve hány hamis szavazatot terveznek a különböző urnákba bedobni. Ezekre a kérdésekre szeretnénk tőlük választ kapni, már csak azért is, hogy értelmezni tudjuk a 2014-es választások Fidesz által varázsolt kereteit. Minden esetre a szocialista párt részéről elfogadhatatlanak és undorítónak tartjuk ezt a gyakorlatot, és értelemszerűen nem csak tisztázásra szólítjuk fel a Fideszt, hanem mindazoknak a közéletből való azonnali távozását, akik ebben a bűnös sorozatban részt vettek. Természetesen nincsenek illúzióink, minek utána a Fidesz minden ilyen jellegű felvetésünkre általában az ellenzék kriminalizálásával válaszol. Ott nincsenek tények, itt viszont minden jel szerint vannak tények.